A roma polgári tömörülés 2013. augusztusában kezdte el azt a munkát, amelynek keretein belül egy hiánypótló célt valósítunk meg. 2014. augusztus 2-án egy olyan háznak az átadása fog megtörténni, és egy olyan emléktáblaavatás, amely azt gondolom, hogy a magyarországi cigányság életében egy fordulópont, és talán nyugodtan mondhatom azt is, hogy egy történelmi léptékű esemény, hiszen sikerült egy olyan központot létrehoznunk, méghozzá azt a központot, amit úgy hívunk, hogy cigány, történeti, kulturális, oktatás és holokauszt központ, amely méltó helyet ad annak, hogy a cigány emlékezet, a gyász, a kultúra, a hagyomány egy helyen kapjon bemutatásra lehetőséget, hiszen most történik meg első ízben az, hogy a magyarországi cigányság a hagyományait, kultúráját intézményesített kereteken belül tudja bemutatni, ezért alakult meg az a ház, ahol jelenleg négy szoba működik, az egyik egy cigány holokauszt emlékszoba, amely bemutatja a cigány holokauszt történéseit, állomásait. A második szobánk egy cigány kulturális szoba, ahol a kiemelkedő képzőművészet alkotói, roma származású írók, költők, fafaragók, festők mutatkoznak be. A harmadik szoba kézműves mesterségek szobája, ahol olyan hagyományos kézműves dolgok találhatók, amelyekkel a romák régen is, ma is foglalkoztak és dolgoztak. A negyedik szoba természetesen egy olyan vetítő szoba, filmszobának is hívhatjuk, ahol kulturális dokumentumfilmek és a roma holokausztról megemlékező filmek mennek. Azt szeretnénk, ha ez a ház felnőtteknek, gyerekeknek, mindannyiunknak a szellemi-lelki épülését szolgálná, és minél több látogatója lenne ennek a háznak.